Június 14. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A kegyetlen csőcselék viselkedését Sátán irányította. Célja az volt, hogy kiváltsa Krisztusból a megtorlást, a bosszút, s ha lehetséges, rávegye arra, hogy valamiféle csodatétellel szabadítsa ki magát, és így semmivé legyen a megváltás terve. Egyetlen folt emberi életén, emberi természetének egyetlen botlása a borzalmas próba elviselésében, és Isten báránya tökéletlen áldozattá válik, s az ember megváltása kudarcba fullad. Krisztus azonban, aki egyetlen parancsszavával mennyei seregeket rendelhetett volna saját védelmére, aki rémületbe kergethette volna csőcseléket és eltávolíthatta volna szeme elől isteni fensége felvillantásával, tökéletes higgadsággal viselte el a legbrutálisabb sértéseket és erőszakosságot is. Ellen G. White, Jézus élete, 646. oldal.